Az iskolai angol nyelvoktatás megújítását tűzte ki célul a Nyíregyházi Egyetem New Way projektje. A jelenleg is futó programba bevont középiskolai tanulókkal egyetemi nyelvszakos hallgatók is foglalkoznak. Arra törekednek, hogy az iskolai nyelvórákat kiegészítő, támogató tevékenységek révén javuljon a középfokú oktatásban részvevő diákok nyelvtudása, a nyelvtanulással kapcsolatos attitűdje és motivációja. A témával kapcsolatban pedig vendégünk a stúdióban dr. Ajtai Horváth Magda, a New Way projekt szakmai vezetője és főiskolai tanárkezét. Sokan köszönjük szépen, hogy itt van nálunk. Tisztelettel köszöntök mindenkit. Akkor beszéljünk egy picit arról, hogy akkor ez azt jelenti, hogy nem eléggé hatékony az iskolai nyelvoktatás, hogy ezt jó kiegészíteni, jó lett volna kiegészíteni? Igen, hát mindig kiegészítésre szorul, mert egy nyelvet sose lehet megtanulni, csak tanulni lehet halálunkig. Mindenképpen. A motiváció fenntartása a kulcskérdés, és ezek az új módszerek úgy gondoltuk, hogy a motivációt egy kicsit felébresztik, éppen ezért bevontuk az idegen nyelvi lektorunkat is ebbe a munkába, szerveztünk angliai kirándulást, ami mindenképpen motiváció növelő tevékenység volt. Hát igen, gondolom, autentikus környezetben tapasztalják meg a nyelvet, a nyelvhasználatot, azért ez megint más. Jó lenne mindenkit kiküldeni, aki mondjuk angolt vagy idegen nyelvet tanul abba a bizonyos külföldi országba, de hát ezt sajnálatos módon nem mindig lehet megtenni, viszont a nyelvórákon hogyan lehet akkor újabb módszerek szerint oktatni a diákokat? Hát azokat az eszközöket kell igénybe venni elsősorban, amelyeket ők most használnak, és tudatosítani kell szerintem azt, ami nem új, hogy a tanulás, a nyelvtanulás nagyon kemény, következetes munka. Talán ez lenne a legfontosabb a mai generáció számára, hiszen azt veszük észre, hogy autentikus szövegek elérhetőek otthon a fotelből is manapság. Bárki bármennyit hallgathat. Egyébként felméréseink vannak ezzel kapcsolatban. A hallás utáni értés exponenciálisan javult a mai diákok körében. A beszédkészség is. Nyelvtani hiányosságaik tehát továbbra is vannak. Tehát az hiányzik pontosan, amit kemény munkával meg kellene tanulni. Úgyhogy ennek a tudatosítása lenne rendkívül fontos manapság. Igen, hát korábban ugye azért az a vád érte a nyelvoktatást, hogy túlságosan nyelvtanközpontú. De akkor ezek szerint most már igazából, tehát ez még mindig megmaradt, de már azért úgy nagyjából ki tudjuk magunkat Már fejlődni. Nem maradt meg, szerintem most már a ló túlsó oldalán vagyunk. Ez az, ami hiányzik most már. És emiatt a vizsgák, az írásbeli vizsgák főképpen továbbra is nagy nehézséget jelentenek a gyerekeknek. Tehát akkor a probléma megmaradt, viszont a módszertan az változhat, hogy hogyan oktatjuk. Mire jöttek rá? Vagy hogyan változtatták meg ennek a metodikáját? Hát élményközpontúvá próbáltuk tenni, de kiderült, hogy ez nem elég, tehát a következetes munka az, amire rá kell ébreszteni a gyerekeket. Egyébként nyár folyamán egy országismereti civilizációs tanfolyamot, két hetet úgy hívtuk, hogy nyári tábor. Nyári tábort is szerveztünk a fiataloknak, aminek szintén nagyon jó volt a visszhangja. Tehát érdekes kiegészítő anyagokkal, filmekkel próbáltuk színesíteni ezt a tudást. Na nézzük akkor, hogy a gyakorlatban ez hogy valósult meg. Ha jól tudom, akkor bevontak 10 középiskolát. Egyrészt mi alapján választották ki ezeket a középiskolákat, és azokat a diákokat, akiket szerettek volna tovább fejleszteni. A 10 iskolát úgy választottuk ki, hogy a leginkább segítségre szoruló iskolákat próbáltuk megszólítani. Voltak is jelentkezők bőven. Heti 2 plusz órát kaptak csoportonként, és 4 csoport szerveződött iskolánként. 12 héten keresztül összesen 4 fél év során tartották a kollégák ezeket a plusz órákat, ami azt jelenti, hogy összesen 3840 órát tartottunk a 4 fél év alatt, 1650 középiskolai gyerek és 28 egyetemi hallgató, angol szakos egyetemi hallgató bevonásával.
Tehát akkor ezt úgy kellett elképzelni, hogy az órarendben ugye benne van egy minimális nyelvóraszám, és akkor ezt pedig önök kiegészítették, akár délután mondjuk valamilyen szakkör formájában. Igen, ez kritérium volt, ez elvárás volt, hogy nem formális keretek között, tehát délután a rendes órák után. Ez eléggé megterhelő volt, hiszen számos gyerek ingázik, tehát ez nem volt könnyű egyáltalán megszervezni a kollégáknak. Viszont azt mondta, hogy volt jelentkező bőven, tehát akkor ez azt jelenti, hogy igény ténylegesen van rá ezekre a plusz órákra. Igen, angol órára. Tehát szomjazzák a tudást a fiatalok, mondhatnám. Angol órára mindig van igény, igen. Uh-huh. Nem tudom, hogy célokat mennyire lehet megfogalmazni. Amikor elindultak, akkor milyen célokat fogalmaztak meg, és ahhoz képest? Hát elmondhatom, hogy gyakorlatilag minden célunk megvalósult. Nekem egy nagyon fontos cél volt az, hogy egy kézzelfogható produktuma is legyen ennek a lehetőségnek, és ez a kézzelfogható produktum, ez 5 kötetnyi gyakorló könyv, A1, A2, B1, B2 szinten, kiegészítve egy diszlexiásoknak szánt könyvvel, ami hát egészen rendhagyó, nem ilyen nem sok van a piacon, úgyhogy ezért mondom, hogy rendhagyó. A visszajelzések rendkívül jók, én magam is használom, ezeket a könyveket a gyerekek ingyen kapják, tudjuk, hogy egy-egy nyelvkönyv milyen rettenetesen drága a piacon, úgyhogy ezt kitűnően lehet használni. Minden típusú nyelvvizsgára felkészülőknek ajánlhatjuk, érettségizőknek, emelt szintű és rendes érettségire készülőknek is. Ezt azok kapják ingyen, akik részt vesznek a projektben, vagy? Igen, de ezen felül is, mivel 500 példány készült, ezen felül is vannak példányaink. Tehát a projekt túlmenően is, hogyha érdeklődnek iránta, vagy gondolom inkább a tanár részéről jelentkezhet ez az igény. Igen, akkor a kollégákat arra kérem, hogy az egyetemen keressenek meg, és szívesen adunk nekik ezekből a példányokból. Beszéltünk itt tanórákról, viszont ugye itt volt ez a járványhelyzet, vagy van ez a járványhelyzet, sajnálatos módon, akkor hogy sikerült megoldani az oktatást? Márciustól online tartották a kollégák, ez 6-7 alkalmat jelentett, tehát igazából csak a végét érintette a projektnek. Ami nagy szívfájdalmunk az, hogy a második szakmai kirándulás, ami York városába meg környékére szerveződött volna, ez a járvány miatt elmaradt. Éppen ezért megpróbáljuk a projektet meghosszabbítani, és bízunk abban, hogy ezt a nagyszerűnek ígérkező kirándulást még sikerül megszerveznünk. Addig rendben, hogy a módszertanon változtattak, ennek nyomai is vannak, ugye, ezek a könyvek, és a későbbiek folyamán más intézményekben ezeket a módszertanokat meg lehet-e tartani, vagy ki lehet-e alakítani, és akkor nem csak itt most Nyíregyházáról, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéről, hanem az ország bármelyik más pontjáról is beszélhetek. Igen. Egy módszertani felkészítő periódus előzte meg a tanórákat, ez 6 alkalomból állott, és hát ezeknek az előadásoknak az anyagát ezt ki fogjuk adni, úgyhogy hozzáférhető lesz. Önök konferenciákat is tartottak, szerveztek? Folyamatosan, igen. Jövő, illetve ebben a hónapban is fogunk egyet szervezni. Ha jól tudom, nem csak tananyagot hoztak létre, hanem eszközbeszerzésben is segítettek. Ez miről szólt? Nagyon jelentős eszközbeszerzés történt a pályázat során. Laptopok, szoftverek beszerzése, és egy rendkívül jelentős módszertani könyvtárfejlesztés, angol módszertani könyvtárfejlesztés, több millió forint értékben vásároltunk nagyon korszerű módszertani könyveket a Nyíregyházi Egyetem könyvtára számára. Ez nagy hiánypótlás volt. Ezeket az eszközöket kik kapták meg? Az eszközöket a Nyíregyházi Egyetem kapta meg. Köszönjük szépen, hogy itt voltál. Kérem. Készült Magyarország kormánya megbízásából az Európai Unió támogatásával.